köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatej televízió híradóját látják, Ragoncs Erita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Hóeltakarítás, folyamatosak a munkálatok a vármegyében. Mikulásvárás nagy készülődés előzte meg a télapó érkezését. Mikulás ünnep, Dombóvára is ellátogatott a télapó. Szobrász kiállítás, megtekinthették Samu Géza műveit Dombóváron. Folyamatosan végzi a hóeltakarítást és az utak sikosságmentesítését a Magyar Közút Non-Profit ZRT Tolnavár megyei igazgatósága. A térségben lezúduló hó vastagsága az elmúlt napon elérte a 20 cm-t is. A csapadékot hozó felhők kedden érkeztek Dombóvár térségébe. A havazás változó intenzitással 24 órán keresztül tartott. Frazon Ferenc, a Magyar Közút Non-Profit ZRT Tolnavár megyei igazgatóságának üzemeltetési és fenntartási osztályvezetője elmondta, a téli út üzemeltetési időszakra november elején álltak át. Ezt megelőzően felkészítették a járműveket és a munkatársakat. A havazás előtt elvégezték az ilyenkor szokásos alászórást, majd a síkosságmentesítést és a hóelkézést. A munkálatokat kezdetben 22 géppel végezték, majd újabb 21-et vezényeltek az utakra. Közlekedésben komolyabb fennakadás nem volt. Az, hogy ilyenkor lelassul a forgalom, az természetes. Aki megfelelő műszaki állapotú autóval, elsősorban a téli gumira gondolok, és helyesen megválasztott sebességgel közlekedik, az biztonsággal el tud jutni a céljára. Azért kamionok, buszok elakadtak, elsősorban mellékutakon, ők sajnos nem térigumival voltak ellátva. Az osztályvezető közölte, a szervezet szekszárdi mérnökségén jelenleg 1200 tonna sót tárolnak. Összességében a szekszárdi, tamási és paksi vármegyei mérnökségek sókészlete 2500 tonna. Frazon Ferenc hozzátette, szükség esetén a készletek utánpótlása biztosított. Lázas készülődés előzte meg a télapó érkezését kicsik és nagyok körében a Kétyi Baba Mama Klub, majd azt követően az óvoda falai között. Az ünnepi időszak első kezdete a Mikulásvárás izgalmas időszaka. A gyerekek egy fergeteges bábjáték előadás után énekelhették el dalaikat a fehér szakálúnak, aki természetesen idén sem érkezett üres kézzel. Az ünnepek, hagyományok az összetartozás érzését erősítik, a közösséget éltetik. Nem volt ez másként a Baba Mama Klubban, ahol a község védőnője szervezi a foglalkozásokat, ahova idén ellátogatott a Mikulás is. Minden évben üzenünk a Mikulásnak, hogy vannak nekünk itt apró gyermekeink a Baba Mama Klubba, illetve az óvodába, és szeretnénk, hogyha eljönne hozzájuk és megvendégelni őket egy kis csomaggal. Azt is megüzentük nekik, hogy nagyon jó gyermekeink vannak, és ezért olyanféle csomagot állítson össze, ami ezt jelképezi. Azt is elmondtuk a Mikulás bácsinak, hogy nagyon szeretnénk, hogyha az idén több gyümölcs lenne a csomagba, és egy kicsit kevesebb csoki. Szia Mikulás bácsi, már nagyon vártunk téged! A két óvodában is nagy öröm a Mikulásvárás, az ezzel járó készülődés. A gyerekek nagy izgalommal várták ezt a napot, hogy eljöjjön a jóságos télapó. Almát, csoki, csuklat is, meg kaptak tőle mást is. Minden csoport énekekkel, versekkel és rajzokkal készült a Mikulás köszöntésére. A Mikulás ünnepségre mindig nagy örömmel készülünk a gyerekekkel. Már jó előre feldíszítjük a termet, az épületet, és különböző kézműves foglalkozásokon apró tárgyakat is készítünk, amit szintén felhasználunk dekorációnak, és versekkel, dalokkal készülünk a Mikulás bácsinak. Ebben az évben, sőt minden évben mindig a Mikulás ünnepség mellé egy előadással is kedveskedünk a gyerekeknek. Az örömmel tanult dalaikat, mondókáikat közösen mondták el. Hetekkel előtte készültek már a gyerekek, hogy örömet szerezhessenek a nagyszakálónak.
Az intenzív havazás következtében december 6-án 19 esetben kidőlt fák, leszakadt faágak eltávolításához vonultak Tolna vármegye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói. Egy esetben híradástechnikai kábel veszélyeztette a környezetét, két esetben elakadt járműveket mentettek a tűzoltók, míg négy helyszínen árokba csúszott járművekhez siettek. Összesen 20 települést érintettek az intenzív havazással kapcsolatos események. A Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet november 24-én jelentette be honlapján a sztrájkot december 10-ére és 14-ére a Volánbusz ZRT-vel folytatott 2024-re szóló bértárgyalások felgyorsítása érdekében. A fővárosi törvényszék első fokon jogszerűnek ítélte a Volánbusznál tervezett munkabeszüntetést. Az egyelőre nem jogerős végzés alapján a Munkás Tanácsok Országos Szövetsége úgy véli, hogy megkezdhető a bejelentett munkabeszüntetés, közölte a szakszervezeti szövetség. A munkáltató legkésőbb két nappal a sztrájk megkezdése előtt tájékoztatja az utazóközönséget a várható menetrendről, tették hozzá. Mikulás ünnepet tartottak Dombóvár Szőlőhegyen a gyermekeknek, akik szép számmal jöttek el szüleikkel. A legkisebbeknek ajándékokkal készültek. Közel 40 kisgyermek várta a Mikulás érkezését. Nagyon vidám hangulatot varázsoltak, tánccal és énekekkel fogadták a Mikulást. Az élő zene is emelte a hangulatot. Zenéit Berg Péter hegedő játszotta. Mindenki kapott ajándékot és beszélhetett a Mikulással, sőt fotókat is készíthettek vele. A rendezvényről a szervező nyilatkozott. A Horváth Egyesület és a Szüleik Szüleit Egyesület közösen szerveztük ezt a Mikulás estet, főleg helybéleknek, de ahogy látom, jöttek azért máshonnan is, és örömmel fogadunk mindenkit, aki ezen részt vesz. Több mint 40 gyerek tudomásom szerint jött el a szüleivel, és nagyon élvezik, és mi is örülnek, hogy így sikerült ennek a nagyon rossz idő ellenére is. A minden évben megrendezendő esemény felkészítésében nagy szerepe van a tanárnéniknek és az óvónéniknek. Főleg a szőlőhegyi gyerekeket szólítottuk meg, de azért elég szép számban jöttek környező falvakból és a városból, és aminek természetesen nagyon örülünk. És egy kicsit, hogy emlékezetesebb legyen ez a dolog, egy kis pici táncházzal készültünk még a gyerekeknek, és ugye úgy vártuk a Mikulást, aki természetesen nem üres puttonnyal érkezett hozzánk. A szép téli havas és hideg környezetben öröm volt látni a sok-sok csillogó szempárt a téren, ahogy várták a Mikulást. Gyermekek találkozhattak a télapóval a Szekszárdi Advent program sorozat Mikulás várója alkalmából is. A legkisebbek közös képeket készítettek és ajándékcsomagokat kaptak, amik édességeket tartalmaztak. A város egész hónapban különböző ünnepi eseményekkel várja az érdeklődőket. 2023-ban a mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke meghaladta a 4,3 milliárd forintot, ez 6,5%-kal több az egy évvel korábbinál. A bővüléshez a teljes termelési volumen 25%-os emelkedése járult hozzá, az ágazat teljes kibocsátási árszínvonala 15%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A növénytermesztés volumene 44%-kal nagyobb, az állattenyésztésé 0,5%-kal kisebb volt. Az egyes szántóföldi növények rekordmagas volumen növekedése az előző év alacsony bázisával hozható összefüggésbe. A gabona félék mennyisége összességében 64%-kal nőtt, írták közleményükben. Megjelent a Völgységi Múzeum évkönyvei sorozat első száma, amely bonyhádi vonatkozású tanulmányokat tartalmaz Zsindei Borbála Rózsa, Gábor Zsolt, Kolbert András, Farkas Róbert Tamás, Szabó Tibor és Farkas István Gergő tollából. Az intézmény már dolgozik egy újabb kiadványon Bonyhád várossal és több más partnerrel együtt. Erről részleteket később árulnak el, közölték a közösségi oldalon. Karácsonyi díszeket készítettek az Együtt Egymásért nappali intézmény ellátottjai Bonyhádon. Filóné Ferenc Ibolya polgármester édességgel és az alkotásokhoz szükséges terményekkel csatlakozott a munkálatokhoz. Az Összefogás Közhasznú Alapítvány által fenntartott intézmény az értelmileg sérült és fogyatékkal élő fiatalokat karolja fel.
Samu Géza kiállítást tartottak Dombóváron a Tinódi házban. A szobrászművész alkotásait már 8 éve nem láthatták Dombóváron, kivéve a Makovec téren álló Pogány mitológia elnevezésű szobrát. A kiállításon végig kísérhették életútját nem csak alkotásaival, hanem a róla készült fényképekkel és a róla írt könyvvel. Samu Géza első dombóvári kiállítását nyitották meg. A kiállítás Samu Géza és Bali Pap Ferenc barátságának köszönhetjük. Samu Géza 1947-1990 között élt és alkotott. Sajnos korai halála miatt egy életvidám, igazi művész veszítettünk el. Nagyon örülünk neki, hogy ma lehetőségünk lesz itt Samu Géza kiállítását megnyitni, több okból is. Egyrészt Dombóvárhoz kötődik, olyan értelemben, hogy a műfáz előtt álló Pogány mitológia című szobra 1979-ben lett felállítva, a művelődési ház nyitásával egy időben. Samu Gézának több olyan nagyméretű alkotása van, melyek egy teremben nem férnének el. Valamint igen érzékeny szobrai is vannak, sok-sok tüskéből, tollból, amiket azonban nem lehetett elmozdítani. Alkotásain és a róla készült képeken kísérhettük végig életútját. Barátai, ismerősei jó szívvel emlékeznek a természetet életre keltő szobrászművészre. Örömmel jöttem ide Dombóvárra, Samu Gézának a kiállítására, kiállítás megnyitására. Nagyon jó, hogy Gézának kiállítása van itt is. A mi életünknek, ennek az időszaknak az egyik legnagyobb szobrásza, fiatalon elhunyt, óriási tehetsége. Ez az itteni kiállítás, ez egy nagyon aranyos kis ékszer kiállítás. Bízunk benne, hogy a Makovec Imre álmodta tér hamarosan támogatást nyer, és egy felújított méltó Pogány mitológia, a teknőszárnyú kerekes angyal továbbra is látható lesz. A szobor folytonos megújulást, az élet jelképét testesíti meg. Regionális híreink következnek. Életveszélyes átmenni az úton, biztonságos megoldást akarnak a pécsi városrészben. Advent, Kaposváron is felgyúltak a fények. Energetikai beszerzések, fejlesztések önkormányzatoknak, fórumon informálódtak a baranyai polgármesterek. Életveszélyes körülmények között kell hazajutniuk nap mint nap, panaszolják a pécsi Zsebedombon élők. A nagyforgalmú 6-os út állítja kemény kihívás elé őket. Ezen az útszakaszon nincs zebra vagy más biztonságos átkelési lehetőség, ráadásul a helyi járat sem úgy jár már, hogy segítse a lakosokat. Több tonnás teherautó, személygépkocsi, kisbusz, folyamatosan jönnek a járművek a 6-os úton Zsebedombnál. Pécsnek ezen a részén akár negyed órát, 20 percet is várni kell, hogy a helyiek átjussanak a főúton. Zebra nincs, illetve semmilyen biztonságos átkelőhely. Nem meglepő, hogy sok itt a baleset, sőt, volt már halálos gázolás is. Nyugdíj előtt volt egy nappal, és már félig a lába fönt volt a járdán, és elütötte az autó, és egész odáig eltolta az autó. De rá két hétre volt újra egy és megint, újra megint. És majdnem nap mint nap itt a kanyarban mindig van valami ütközés. Az itt élők azt mondják, nem akarják nap mint nap kockáztatni az életüket, mikor leszállnak a buszról, és átkelnek az úton, hogy hazajussanak. Ebből nagyon elegünk van. Becsületes adófizető állampolgárok vagyunk, elvárjuk joggal, hogy odafigyeljenek ránk, és tegyék a dolgukat, ne pedig mellé beszéljenek, ne ígérgessenek, cselekedjenek. És az a kérésünk, hogy ide egy zebrát, vagy lámpát, vagy valamilyen biztonságos megoldást, de azt most már azonnal kérjük, mivel hogy ez már 30 éve húzódik ez az ügy. Keresték az önkormányzatot, illetve a terület önkormányzati képviselőjét, hogy segítsen nekik az életveszélyes körülmények megszüntetésében. A füle botját se mozgatja az önkormányzat se, az Ágoston Andrea, aki képvisel bennünket, meghallgat, telefonon beszéltem vele, meghallgat bennünket, azon kívül ígéreteket tesz, de visszahívni már nem hív, hogy mit intézett el. Hát ilyen vezetőkre nincs szüksége az állampolgárnak, olyan vezetők vállaljanak főszerepet, akik tesznek a népért, meg az adófizető állampolgárokért valamit. Az ügyben telefonon kerestük a képviselőasszonyt.
Igen, tessék. Egy interjút szeretnék kérni. Lehet most? Milyen? Nem. Miért? Én csak így telefon, azt sem tudom, most nincs előttem az arca, úgyhogy beszéljük ezt meg személyesen. Jó? Köszönöm. Na, személyesen mikor? No. Próbáltunk időpontot egyeztetni, de nem fogadta a hívásunkat a politikus. Ahogy ezen a felvételen látszik, 2020-ban már sikerült riportot készíteni a képviselővel, akkor vállalta az interjút. Közben kiderült, a zsebedombiaknak a polgári oldal segített 2019-ben átmeneti megoldást találni. Elérték, hogy itt a buszfordulónál ne kelljen leszállniuk a járműről. Az utasok maradhassanak fent a buszon, hiszen a busz megfordul a hatos úton, és akkor le tudnak szállni biztonságosan, illetve fel is tudnak szállni rá biztonságosan. Akkor a levelünkre azt a választ kaptuk a tükebusztól, hogy forgalmi utasításba foglalják, hogy ezentúl ez megvalósul, amiről most itt beszéltem, tehát nem lesz végállomás a kettes rakodó, így működhet ez a dolog. Működött is egyébként, néhány hónapig, fél évig biztos, mert visszajelzések alapján ezt hallottuk, azonban most lakossági megkeresés révén tudomásunkra jutott, hogy újra le kell szállniuk a buszról a lakóknak. Most újra megkeresték a tükebuszt, hogy ne kelljen leszállni a buszfordulónál. Így nem kell a veszélyes útszakaszon átkelniük az itt lakóknak. Musz Zoltán azt mondja, egyelőre még nem kaptak választ kérésükre a Pécsi busztársaságtól. Felgyúltak Kaposvár ünnepi fényei, advent első vasárnapján a hagyományokhoz híven Szita Károly köszöntötte az érdeklődőket. A település polgármestere kiemelte, 10 évvel ezelőtt még csak alig pár százan gyűltek össze a Kossuth téren, mostanra már több ezer helyi és környékbeli jelenlétében kezdődik az ünnepi várakozás Kaposváron. A következő hetekben egyébként az adventi vásár mellett számos programmal is készül a város. 5, 4, 3, 2, 1, most! Bravo! Köszönöm szépen a segítségeteket! Alig több mint 10 esztendővel ezelőtt azt javasoltam önöknek, hogy advent első vasárnapján találkozzunk itt a Kossuth téren, és együtt öltöztessük ünnepi fénybe a városunkat. Akkor alig 100-an voltunk az első alkalmakkor. Aztán évről évre egyre többen, mindegy, hogy milyen volt az idő, esetleg az eső, fújhatott a szél, itt voltunk, mert szükségünk volt egymás társaságára. Nagyon hálás vagyok, hogy most is ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat, és itt vannak velünk. Ebben az időszakban, amikor háborúk vannak a világon, még erősebben vágyunk a békére és a biztonságra, és mi itt Kaposváron ezt a közösségünkben, családunkban megtaláltuk. Tartsunk ki továbbra is egymás mellett, tartsunk ki amellett, amiért megküzdettünk. És innét a város főteréről mi kaposváriak advent idején tiszta szívvel üzenjük országnak és a világnak békességet és szeretetet. Áldott és boldog adventi várakozást kívánok valamennyiüknek. A leghosszabbig éjszakán elindul. Az ukrajnai háború nyomán kialakult energiaválság helyzet kezelése és megoldása jelentős kihívás minden ország, így hazánk számára is. Az elmúlt időszakban az energiaügyekkel, energetikai helyzettel kapcsolatban számos az önkormányzatokat érintő kérdés merült fel. Erről számolt be a Baranyai Országgyűlési képviselő. Hargitai János szerint ezért fontos, hogy tájékoztassák a települések vezetőit a lehetőségekről. Ezt szolgálja a Mohácsi Energetikai Fórum, amit szerdán rendeztek. A témában az elmúlt egy évben egy nagyon aktív párbeszéd volt közöttünk. Az energiapolitikáért felelős államtitkár is részt vett azon a Mohácsi Fórumon, ahol az önkormányzatok vezetői tájékoztatták arról, hogy milyen lehetőségei lesznek a közeljövőben a településeknek az energiabeszerzés, energetikai fejlesztések terén. Steiner Attila azt mondta, nagyon várják már a nekünk járó EU-s pénzek megérkezését, hiszen éppen ezen a területen juthatnak jelentős forrásokhoz az önkormányzatok. Ide tartoznak az energiahatékonysági célok, illetve a megújuló
energiatermelésre, illetve tárolásra vonatkozó beruházások, programok. Amik olyan projektek, amik már rövid távon is amúgy rendkívül lecsökkenthetik a költségeit az önkormányzatoknak. Úgyhogy én azt gondolom, ezek nagyon fontos programok, hogy elinduljanak. Már jó néhányat elő is finanszírozott a kormány, hogy ne várjunk addig, amíg az uniós pénzek befutnak, hanem kezdjük el ezeket a programokat, mert az idő szorít. És azért látjuk, hogy itt van a tél, és igazából ilyenkor merülnek fel a nagy költségek. A Baranyai Energetikai Fórum sikerességében Hargitay János országgyűlési képviselő vállalt fontos szerepet. Ezt a fórumot az Energetikai Minisztérium és az MVM közösen szervezte. Mi csak helyet adunk a rendezvénynek, vidéki térségeket járnak, kimondottan nem megyeszékhelyekre mennek. Baranyába két helyre is jöttek, az egyik Mohács, az én választókörzetem, és majd mennek Szigetvárra. Azok a polgármesterek, akik a két pécsi székhelyű választókörzethez tartoznak, azok ma a Mohácsi fórumra jönnek. A bizonytalanság időszakát éli a világ a Covid-válság óta, ami folytatódott az orosz-ukrán háborúval, mondja a politikus. Ennek a bizonytalanságnak a központi kérdése az energiahordozók beszerzése, az áremelkedése, illetve az új források keresése, az ezekre történő átállás. És ez a fórum ebben a környezetben akarja a polgármestereket, a településvezetőket tájékoztatni arról, Magyarországnak mi az energetikai politikája, mi várható az elkövetkezendő években, mert nyilvánvalóan a települési vezetők, a polgármesterek saját költségben nézőpontjából is, főleg télen, a legizgalmasabb kérdés az energetika. A képviselő hangsúlyozta, hogy ez nem politikai fórum. Szakértők adnak érdemi információkat az energetika területéről a településvezetőknek. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Hóeltakarítás, folyamatosak a munkálatok a vármegyében. Mikulásvárás nagy készülődés előzte meg a télapó érkezését. Mikulás ünnep, Dombóvára is ellátogatott a télapó. Szobrász kiállítás, megtekinthették Samu Géza műveit Dombóváron. Pénteken frontmentes idő várható változó vastagságú, itt-ott elvékonyodó rétegfelhőzettel, több-kevesebb szűrt napsütés esélyével. Említést érdemlő csapadék, illetve szél nem valószínű. Estétől nyugat felől egy meleg front vastagabb felhőzete érkezhet a Dunántúl fölé. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!